A Kárpát Express mai adásában elkalauzoljuk Önöket egy nemzetegyesítő főzőversenyre, a Székelyudvarhelyi Bárány és Pálinka Fesztiválra. Utána járunk, hogy a lassan egy évtizeddel ezelőtt elfogadott rendelet ellenére miért nincsenek még mindig kétnyelvű utcanévtáblák Marosvásárhelyen. És végül megmutatjuk, hogyan segítenek a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat orvosai Erdélyben, Hargita megyében. Szorgoskodó szakácsok, incsiklandó illatok és most születő barátságok. Egy nagy találkozás a gasztronómia mentén. Nemzetegyesítő főzőversenyre érkeztek amatőr és profi szakácsok a Kárpát-medence minden szegletéből Székelyudvarhelyre, a pünkösdi tavaszváró bárány és pálinka fesztiválra. Bárányjal készítünk, amit parázson pörgettünk, és akkor csináltunk egy sütlevest, ami ez egy szerb nemzeti étel, különben benne van gomba, báránybelsőség, fetasajt, meg tárkony. Az elcsatolt területekről, délvidékről, felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és az anyaországból is csak nem 30 csapat nevezett a főzőversenyre. Székelyudvarhely, Székely anyavárosként, Székelyföldnek a szíve csücske, de tulajdonképpen mondhatnánk, vagy mondhatjuk azt is, hogy most ezzel a rendezvényel egész Nagy Magyarországnak a közepe, itt van a találkozóhely. A fesztivál a Kárpát-medencei borlovagrendek felvonulásával kezdődött, majd a kulináris és a kulturális élmények jutottak főszerephez. Addig, amíg énekeljük a magyar népdalainkat, addig senki nem fog letiporni erről a mi ősi földeinkről. Mi magyarok tartsunk össze, mert hazánkban mi nem vagyunk magyarok, hanem ilyen helyen vagyunk magyarok mindig. És a barátságért nagyon sok emberrel ismerkedünk, jó érezzük magunkat, főzünk, ellessük egymás gasztronómiai tudományait. Egy összefogásról szóló rendezvényen természetesen nem maradhat el a jótékonyság sem. Ebben a hatalmas üvegkehelyben 230 liternyi bodzaszörp van. A hűsítő nedű megvásárlásával pedig a Szent Erzsébet Alapítványt és a Böjte Csaba által létrehozott Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekeit lehetett támogatni. Minden fillér, forint, lej, bani, euró számít, ami az alapítványhoz érkezik, ahhoz, hogy ezek a gyerekek is olyan körülmények között nőjenek föl, amiből el lehet indulni az életbe, és nem azzal a hátrányokkal indulni, ahogy egyébként esetenként a családi háttér, amit jelent a számokra. A fesztiválon a különböző tájegységek ízeit és a hagyományos székely termékeket is meg lehetett kóstolni. Ám a kilátogató vendégek és a résztvevők nem csak gasztronómiai élményekkel gazdagodhattak. Itt Udvarhelyen most olyan, mint egy magyar szigeten lennénk. Illetve Székelyföld egyfajta magyar sziget, és hogy itt is igen élnek magyarok. Tehát azoknak, akik elcsodálkoznak azon, hogy átlépik az államhatárt, és akkor jé, itt magyarul beszélnek, hát azoknak azt üzem, hogy itten igenis komoly kulturális, gazdasági élete van az itt élő magyarságnak, és hagyományaik, amiket ilyen módon is igyekeznek megmutatni, és bevonzani, idehívni a többi tájegységek magyarságát. Az egész rendezvény sorozatnak egy turisztikai célja is van, mert tulajdonképpen az a sok vendég, aki eljön, az a rendezvényeken, hogyha jól érzi magát, az biztos vissza fog jönni a következő években is, de mindezek mellett az emberi kapcsolatok, amelyek kialakulnak, az mindenképp pozitív hozadéka lehet az elkövetkezendő időszakban. Személyes találkozásokra, kapcsolatépítésre és ezáltal a nemzet erősítésére továbbra is mindenki számára adott a lehetőség. A Bárány és Pálinka Fesztivál csak az egyik eseménye volt a már évek óta megrendezett Székelyudvarhely tavasza rendezvénysorozatnak, amelynek programjai május végéig még tartanak. Következő riportunkból megtudhatják, hogy áll Marosvásárhelyen a kétnyelvű utcanéptáblákért folytatott küzdelem.